Tisztelettel köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok! Jelenlegi mandátumuk első évének végéhez értek a helyi és megyei önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei tanácselnökök. Furcsa és nehéz esztendőnek mondható az elmúlt 12 hónap. Ennek ellenére, ha nem is a remélt mértékben, a különböző projektek beruházások folytatódtak. Mai meghívottam Jetkösség polgármestere Bányai István. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester. Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Dióhéjban milyen volt az elmúlt 12 hónap? Az elmúlt 12 hónap tervezésről, projektekről szólt, annak ellenére, hogy azt hittem, hogy sokkal eredményesebb lesz, mert az egy dolog, hogy leadjuk a pályázatokat, de addig, ameddig nincsen erre eredmény, vagy szerződés aláírva, addig ugyebár csak leadott pályázatnak számít. Ezelőtt 5 évvel, mikor először nyertem mandátumot, akkor a zéro előtanulmányból 10 millió eurót sikerült lehozni, most a 20 millió eurónyi előtanulmányból, ami a polcon van, egyelőre még nem sikerült semmit leszerződni. Mert hogy valahol ezek a pályázatok porosodnak fővárosban, egy fiókban? Valahogy úgy volt az időbeosztás is, még a nemzeti, tehát a kormányprogramok még, ha meg is nyíltak, de még nincs eredményhirdetés. Aztán, hogy ez miért csak most jutott oda, vagy ha esetleg a jövőben lesznek eredmények, az miért akkor lesz, ez majd a mások dolga, hogy eldöntse, hogy lehetett volna hamarabb, vagy nem lehetett volna hamarabb. Ez nem az én dolgom, hogy hozzam, hogy... Azt írja az egyéves beszámolójában, nagyon várjuk, hogy megnyíljanak az európai alapok. Mikor válnak, vagy válhatnak elérhetővé ezek a források? Mert szokás nálunk a kormányzat mindig Brüsszel felé mutogat, hogy hát onnan nem nyílnak. De igazából van-e tudomás arról, hogy hol dől el az, hogy mikor és mennyi pénz van különböző projektekre Brüsszelben vagy Bukarestben? Hát elsősorban ugyebár Brüsszelből leosszák a romániai eső részt, amiről hallottunk, hogy megvan. Na most itt a román rendszer kell kialakítsa a pályázási lehetőségeket, kiírja ezeket a gideket, ami alapján lehet pályázni. Biztos határidők vannak erre is. Én nem tudom, hogy ha ezzel el vagyunk csúszva, vagy nem vagyunk elcsúszva, mi ezeket a brüsszeli átiratokat nem látom, amit a román kormány felé fogalmaztak meg. Én mindenféle szempontból fel vagyok készülve, hogy bármilyen infrastruktúrális pályázatot nyitnak meg, mi azt abba helyben le tudjuk adni. És ilyen körülmények között találnak kivitelezőket egy-egy munkálat elvégzésére? Hát egyelőre még olyan gondunk nem volt, hogy ne legyen egy kivitelező se egy adott liciten, de hogy egyre kevesebb van, és néha csak egy cég van egy liciten, az látszólag problémát okozhat, mert az ár se lesz mondjuk annyira lefaragva, ami nem is feltétlenül probléma, mert valami minél olcsóbb, az annál rosszabb, ezt mindenki tudja. De inkább az van, hogy ha véletlenül lesznek olyan pályázatok, ahol nem lesz senki, aki elvállalja a munkálatot, akkor csak azért, mert nem kapunk kivitelezőt, nem lesz kivitelezve a munka, vagy csúszik egy következő licitig, ez gondot okozhat. Igen, és ez valószínű, hogy gond is lesz, hogyha úgy van, ahogy ön mondja, hogy egy éve ezek a pályázatok le vannak adva, akkor egy összegre kidolgozták ezeket a pályázatokat. Hát az elmúlt egy évben láthatjuk, hogy az építőanyagárak meg a munkadíjak is azért nem kismértékben növekedtek, akkor valószínű, hogy azzal kell majd kezdeni, hogy újra aktualizálják ezeket a pályázatokat, mert azért a pénzért nem nagy valószínűséggel fogják bevállalni ennek a munkát. Igen, ez megint egy érdekes kérdés, hogy ugye oda jutottunk, hogy olyan, nem hogy drágul, olyan szinten drágulnak az építkezési anyagok és az építkezési munkadíj, hogy nem lehet követni. Tehát az az előtanulmány, ami ezelőtt 2-3 évvel készült el, azok már nem érvényesek. De én például ezeket a pályázatokat úgy adtam le, hogy előtte, mielőtt leadtuk, úgymond beszéltem a tervezővel, és aktualizáltuk ezeket az értékeket, hogy még úgymond egy évig, hogyha ilyen iramba nő, akkor megint nem lesz jó, de mi már az aktuális szintre felhoztuk az árakat, hogy majd vonzó legyen a kivitelezőknek. Polgármester úr, elég sok bosszúságot okozott az elmúlt időben a gépkocsi vezetőknek, akik a megyei úton keresztül haladtak át Jedden. Meddig tartanak még a munkálatok ott a főút mentén? Időnként útszűkületek, útlezárások voltak. Nyilván, hogy ezt jó szándékkal teszik, és a megyei útról lévén szó talán nem is akkora a forgalom, mint egy országúton, de valamikor most látják, hogy
vége lesz ennek a helyzetnek is? Én sokan szokták mondani nekem, hogy nem tudok úgy átmenni ilyet, de ne lássak munkagépeket. És kérem, hogy ez akkor most jó vagy rossz? Hát az elmúlt 2-3 évben ugyebár a csatornahálózatot viteleztük ki, mind a két oldalán a megyei útnak azért voltak útlezárások, és most egy olyan éve neki fogtunk a megyei útszélesítésnek, ami most megint kivitelezésben van, és azért vannak útlezárások. Én azt mondom, hogy egyelőre jó, mert a minden egyes munkagép fejlődést jelent. Eljön az a pillanat, amikor lesz egy gyönyörű, szép, széles megyei útunk szépen felcsíkozva, felfestve. Én is várom azt a napot, de én azt mondom, hogy arra még egy olyan 1-2 évet várni kell. Végig van hová szélesíteni ezt az utat a község teljes területén? A község teljes területén szélesedik a megyei út, ahol nincs rá, úgymond nincs elég széles az út, ott fel fogják tölteni, de mindenhol fog szélesedni a megyei út. Egészen a kebelei kanyarig, ami ilyet községhez tartozik, azon a szakaszon szélesedik a megyei út. Uszoda építését is tervezik ilyetten. Hová készül, és ez milyen stádiumban van most ez a pályázat? Ezt lehet tudni, hogy le lehetett adni ez a Nemzeti Befektetési Vállalathoz a kérést, leadtuk Uszodára is, és leadtuk Bölcsödére is, ez a két irányzat nyílt meg. A Bölcsödét azt Jed falu közepébe, a futballpálya melletti levő háromszögre szeretnénk felépíteni. A tanuszodát, tehát ez nem kell úgy képzelni, mert hatalmas uszoda, ez egy tanuszoda, a sajtóban lehetett rá látni képeket, egy ilyen nagyon szép kerek teteje van, és úgymond oktató célra van kitalálva, egy kisebb uszoda. Ezt a Szent Iványi futballpályára szeretnék elhelyezni, úgyhogy én nagyon remélem, egyelőre úgy van, hogy mind a kettőre rábólintott a bukaresti csapat, de még nincsen költségvetésbe foglalva egyik se. Úgyhogy azt várom, hogy írjunk alá egy szerződést, és fogjunk neki a munkálatoknak, mert úgy gondolom, hogy ezek mind olyan befektetések, amik nagyon felviszik az életszínvonalat, mert nem tudjuk összehasonlítani, hogy akár például az uszoda mellé, ha tudnánk egy ilyen kisebb strandot is kialakítani, akkor úgymond Jedden biciklivel át fogunk tudni menni, vagy akár papucsba egyet fürödni, vagy úszni, vagy a gyerekünket nem kell átvigyük a város másik felébe, hogy edzésre üljük, mert lesz futballpálya, lesz uszoda, stb. Akkor ez szerintem egy olyan dolog, ami felviszi a csillagát a községnek. Kiknek szánják? Csak gyerekeknek? Csak tanuszoda lévén csak iskolásokhoz látják? Vagy... Meg vagyok győződve, ez úgy fog jönni, mint ahogy a sportcsarnokot is építettük, hogy ez a vállalat, ez a CNI, hogy mondjuk röviden, ez ugye átadjuk neked, ő felépíti, és utána átadja nekünk üzemeltetésre. Na most valószínű, hogy meg lesz az a része, amikor edzéseket lehet tartani, és meg lesz az a része, amikor nyitva lesz azoknak az embereknek a számára, akik el szeretnének járni úszni. Én ezt így képzelem el, de lehet, hogy majd mikor megépül, akkor fog jönni egy olyan rendelet, hogy csak gyerekek mehetnek be. Nem tudom, ez annak függvényében fog beállni, hogy fogják kérni tőlünk az üzemeltetést. Uh-huh. Hát a fenntartás szempontjából mindenképp jó lenne, hogyha mások is használhatnák. A másik projektjük a bölcsőde építése. Polgármester úr, van igény bölcsödére Jedden, hiszen nem régen építettek egy óvodát, akkor az óvodát használják-e? Van-e, aki belakja? És hát a bölcsőd az ugye az még egy kényesebb pont. Így van. Ahogy mindig mondom, hogy én maximalizálom Jednek a lehetőségeit, tehát én minden pályázatot leadok. És mivel, hogy Maros megyének a legdinamikusabban fejlődő településéről beszélünk, ami nem titok ma, hogy a legtöbb ház nálunk épül, és a legtöbb igény házépítése és telekvásárlása Jedd községben van. Én úgy gondolom, hogy például ameddig egy bölcsőde felépül, az kell 2-3 még beüzemelődik, ugyanúgy az uszoda is, ez olyan, miről beszélünk, hogy ez a két befektetés akár 3-4 év múlva lesz üzemképes. Ha ma kiadunk 100 építkezési engedélyt évente, aminek egy része garázs, nem mindegyik ház, de folyamatosan 50-100 család beköltözik Jedre évente, akkor 3 év múlva hol fogunk tartani? Lehet, hogy kötelességünk előre gondolni, hogy mire odaérünk legalább ezekből a szempontokból, mert az az igazság, hogy még mindig le vagyunk maradva olyan infrastrukturális problémákkal, hogy a három kis faluban nincs csatornahálózat, vagy az aszfaltozási projektünk a polcon van.
de attól függetlenül ezekre is el van készítve az előtanulmány, és úgy gondolom, hogy kell gondolkoznunk előre, hogy hol leszünk 3 év múlva, és hol lesznek az igények 3 év múlva. Én úgy gondolom, hogy egy községben egy tanúszoda 3 év múlva nem szabad gondot jelentsen. Ugyanúgy nem szabad gondot jelentsen egy bölcsödének a fenntartása se. Ott, ahol van 5-6 ezer ember, egy bölcsödének a fenntartása az kell jöjjön magától. Igen, ilyen szempontból viszont hátrány lehet a község számára, hogy a megye központ Marosvásárhely határában van, hiszen sokan, én ma sem tudom, hogy miért, de behozzák a gyerekeket akár óvodába, akár iskolába, akár bölcsödébe, a városba, holott ott van, és ahogy ön is mondotta, egy jól felszerelt óvodáról van szó, és minden bizonnyal egy jól felszerelt bölcsöde is lesz ott. Igen, de ez egy olyan folyamat, amit most próbálunk visszafordítani, mert eddig nem voltak meg ezek a lehetőségek. Onnan arrafele, hogy nagyon sokan költöznek be, és egyre több munkahely is létesül Jedden. Én úgy gondolom, hogy idővel el fogjuk tudni érni azt, hogy mindenféle szolgáltatás és minőség szempontjából tudjunk konkurálni a várossal. Az iskola esetében ez nehezebb lesz, de semmiképp sem fogjuk tudni felvenni a versenyt egy Bolyaival vagy valahol hasonló iskolával. De úgy gondolom, hogy a bölcsöde és az óvoda, meg ilyen úszoda oktatás, fotbaloktatás, meg ehhez hasonló alternatív oktatási programok, azok teljes mértékben meg kell kapják a helyüket, mert van olyan, aki kihordja viszont Jedre a gyerekét például focizni, vagy florbolozni, vagy tollaslabdázni, mert van egy csomó sportágunk. Azt is eltük mondani, hogy a sportcsarnokunk talán a legszínesebb sportcsarnok Maros megyében, mert a legtöbb sportágnak tud helyet adni mai nap. És hogyha már oktatásról beszéltünk, meg online-ról, jelek szerint a vakáció, a 2 hetes kényszervakáció után online oktatás kezdődik majd Romániában. Fel vannak készülve a jeddi oktatási intézmények, illetve a tanárok és a gyerekek, és kiváltképpen ebben a 3 oda tartozó településen, hiszen ott gondolom, hogy gondot jelenthet akár az internet hozzáférés is. Igen, ez egy jó kérdés. Valószínű, hogy nincsenek felkészülve, mivel hogy leadtunk talán lassan egy éve, ne túlozzak, a 7-8 hónapja leadtunk egy pályázatot, ami valami 200 valahány táblagépet, laptopot, mindenféle internetes felszerelést foglalt magába. A mai napig se kaptunk rá végleges választ, még a közbeszerzésről nem is beszélgethetünk. Úgyhogy megint azt tudom mondani, hogy én úgy gondolom, hogy ha nincs is felkészülve, de mi a lépést meg kellett tegyük. Megírtuk a pályázatot, várjuk az eredményhirdetést, és amint ez a pályázat úgymond el lesz bírálva és sikeres lesz, mert meg vagyok győződve, hogy ha hiba volt benne, azt már kérték volna, akkor minden egyes tanulónak, óvodásnak, iskolásnak tudunk adni felszerelést abban a pillanatban egész község területén. Megyei tanács azt tervezi, hogy újra éleszti, vagy egyáltalán életre kelti a bizonyos Marosvásárhely Metropolis övezetet. Amennyiben megtörténik ez az útszélesítés Jedden, lesz lehetőség arra, hogy a városi vagy elővárosi közlekedés Jeddet is érintse, hiszen én meg vagyok győződve, hogy akármilyen széles az út, azért vannak dugók a napnak a bizonyos óráiban, akár Jedden is, és egy jól működő közszállítás, ez gondolom nagy terhet venne le a forgalomról, tehát lesz valamikor városi vagy elővárosi buszjárat, amely kimegy legalább Jed központjáig, ha nem is Jed végéig. Még nincs széles út, dolgozunk de rajta, lesz. még csak útszűkületek vannak, hogy épüljön a széles de út. De még buszjárat sincs. Hát buszjárat sincs. Na, hát úgy, ahogy elmondtam többször, hogy múlt mandátum első felében egyetlen kérésem volt a megyi tanács elnökétől, Péter Ferenctől, hogy szélesítsük ki a megyutat Jedden, és köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Ebben a mandátumban szintén egy kérésem volt, hogy vigyük ki a buszjáratot Jedre. És nem csak. Ott van a Metropolis övezet, amit most úgymond mindenféle szempontból be tudunk rúgni, hogy működjön. Én nagyon-nagyon bízok benne, hogy ezt sikerül megoldani. Az infrastruktúra is része Jedden elő van készítve, buszmegállóink vannak. Tudomásom szerint egy ilyen új jogi identitásra van szükség ahhoz, hogy áttervezzék a közszállítást és a Metropolis övezetben lévő településeket bevegyék ezekbe a járatokba.
Nekem az volt a javaslatom, hogy a Metropolis övezet minden egyes településéről el kell tudni jutni a repülőtérre egy cserével. Ez az én javaslatom, ezt meg kell oldani olyan formában, hogy mindenki, de ez nem csak a repülőtér, hanem bárhova akarok én eljutni, mondjuk Kiedről el akarok jutni a Szentgyörgyi Sósfürdőbe, én akkor ezt egy cserével meg kell tudjam oldani. És olyan része is van ennek, ugyebár ez a digitalizálás, hogy azt én telefonon le tudjam követni, hogy melyik busz mikor érkezik. Ez már egy annyira egyszerű probléma, hogyha azt pontra tesszük, akkor akár kényelmesebb lehet elmenni egy ilyen forgalomba A pontból B pontba egy cserével úgy, hogy tudom pontosan, hogy mikor jön az a busz, plusz-minusz egy-két perc csúszás, mert nem várhassuk-e, hogy úgy legyen, mint Budapesten, vagy Párizs, vagy abban a pillanatban jön, amikor írja a telefon, de akár azt is meg lehet csinálni. És én úgy gondolom, hogy ezen dolgozni kell. A jogi identitás, ha meg lesz, akkor valószínű, hogy újra lesznek tervezve a járatok. Én ezt nagyon várom, és nem is akarok elfogadni semmilyenféle magyarázatot arra, hogy ezt ne oldjuk meg ebbe a két-három évben, ami még hátra van ebből a mandátumból. Igen, és polgármester úr, mikor szeretne eljutni rövid idő, vagy rövid táv megtételével Jedről Maros-Szentgyőrre az épülő, vagy nem, inkább nem épülő terelő úton? Erről van-e valami tudomása, hogy terveznék, hogy újra kezdenék az építkezést? Én nekem tudomásom helyel közel van, de én valójában ez nem a JET község feladata, mert ez egy terelőút, ami a vásárhelye, az egy dolog, hogy rajtunk halad át. Ha jól tudom, akkor most újra tervezés van, mert volt egy licit, amire nem jelentkezett senki, mert tele volt problémákkal, most újra tervezés van. Talán most készülnek aláírni a szerződést egy tervezővel, aki újra fogja tervezni a kerülőutat. Mi több átiratba közöltük a megyei tanáccsal, a Csinyei Révvel, akihez most tartozik ez a befektetés, hogy mi semmilyenféle szempontból nem fogadjuk el azt, hogy Jedről ne legyen feljárat. Ez nagyon-nagyon fontos stratégiai pont kell legyen az a feljárat, az a csomópont úgy a helyi cégeknek, úgy a helyi lakosoknak, mert az nem elképzelhető, hogy a Jedről, Szovátáról érkező forgalom, ami átjön Nyárádszeredán, és Jednek az 5-6 ezer lakosa, ha ki akar menni egy mólba, vagy el akar menni egy metróba, vagy el akar menni egy Selgrosba, azt betereljük a központba, utána kimenjen meg. Emellett pedig azok a cégek, akik ugyebár nagy autókat használnak, kamionokat használnak, azoknak nagyon fontos, hogy fel tudjanak járni erre a kerülőútra. Úgyhogy mi ezért talpalunk. Egyelőre írásos válaszom nincs, szóbeli ígéret van, hogy lesz Jedről feljárat, de írásos nyomát még nem láttam ennek. Innen arrafele szerintem nem Jed fogja nyomni a gombot, hogy készüljön, mert abban a pillanatban, amikor megnyílik ez a sántier, Jedből egy újabb építő telep lesz, úgyhogy mi ennek nagyon nem fogunk örülni. De mindenképp, ha megkapjuk a feljárót, akkor mindent meg fogunk tenni, hogy minél hamarabb lefusson az a munkálat. Ha lesz, persze. Igen, és hát azzal kezdtük a beszélgetést, hogy gondokat okozott a gépkocsi vezetőknek az áthaladó forgalom, és ez legfőképpen a csatornahálózat bővítése miatt volt. Most már befejezték a hálózat bővítését az egész A hálózatnak a kivitelezése, csatorna hálózatot kiviteleztünk, nem bővítettünk, mert nem volt. Az be van fejezve, úgymond 95-99, akár 100%-ban, mert holnap is jöhet a cég, hogy kész vagyok. Itt a gond az, hogy lassan egy éve azt játszódjuk, hogy ő leadja, hogy kész van, és akkor mi átnézzük az anyagot, és az, amit leadott, az nem működőképes, és akkor visszadobjuk. És akkor ezt sakkozzuk lassan másfél éve, hogy ők megpróbálnak nekünk nem működő rendszert eladni. Ez pedig nem működik Jedden, és mindenféle kivitelezőt kérek arra, hogyha olyan gondolata van, hogy nem fogja megcsinálni a munkálatot úgy, hogy ki, akkor ne jöjjön hozzánk, mert mi mindenképp elkapjuk. Tehát ilyen gondolattal ne jöjjön, ameddig valami nem működik, mert azt nem fizessük ki, hiába van betéve a földbe. És akkor így én leállítottam a fizetést lassan egy éve, több mint 1 millió euróval tartozunk a kivitelezőnek, és akkor fogjuk megadni ezt az értéket, mikor minden utca működik. De már ott vagyunk, hogy az Aquaserv készített egy ilyen
átnézte ezeket a munkálatokat, kapott 30-valahány hibát ezelőtt egy olyan 2-3 hónappal, ennek nagy része már ki van javítva, úgyhogy napok, percek, hónapok, évek kérdése lehet, hogy azt mondja, hogy kész vagyok, és hogy jó legyen. Én arra kértem a cég tulajdonost, hogy többet nekem olyan videoinspekciót és olyan raportot ne hozzon, amit ő nem néz át, és én abban 30-valahány hibát kapjak, mert azt úgy veszem, hogy át akarnak verni. Mert ha egy hiba van, akkor még azt mondom, emberi mulasztás, de mikor minden egyes tronszonon egy-két hiba van, amit ásni kell, javítani kell, akkor én úgy veszem, hogy engem megpróbálnak átverni, és akkor nagyon csúnyán tudok csinálni. Polgármester úr, ez a hálózatnak most már a végleges formája, mert hogy említette, hogy fejlődik a község folyamatosan, milyen körülmények között építhetnek majd új lakásukat, vagy telepedhetnek meg új cégek, amennyiben a csatornahálózat nincs ott? Hát az ivóvizet bevezettük minden egyes háztartáshoz, befejeztük. Most Jedfaluban megcsináltuk a csatornahálózatot, ami eljut minden egyes háztartáshoz. Ahogy ezt befejeztük. A mostani létező háztartáshoz. Ahogy ezt befejeztük, innen arra fele, aki építeni akar olyan helyre, ahol nincsen ilyen infrastruktúrális beruházás, akkor az magának meg fog kelleni csinálja, ki kell, fog kelleni vitelezze. És remélem, hogy az emberek mentálisan is át fogják tenni magukat azon a helyzeten, hogy nem engedjük ki többet az árokba, a szomszéd elé, magunk elé a szennyvízünket. Én úgy gondolom, hogy 2022-ben amúgy jön a civilizált JET 2022 projekt, amiről, ha megengeded, majd pár szót mondanák. Én úgy gondolom, hogy nem szeretnék senkivel arról beszélni, hogy az nem szép dolog kiengedni a szennyvizet az árokba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog lesz. Ha véletlenül valaki olyan helyre akar építeni, ahol se víz, se csatorna ilyen nincs, akkor olyan rendszert kell készítsen magának, aminek nincsen kifolyása, ami teljesen akkreditált. Az pedig olyan költséggel jár, hogy na, de mindenképp nekünk van egy vadonatúj új pugunk, ami 2 éve lépett érvénybe, amiben nagyon szépen le van szabályozva, hogy mit, hova és meddig lehet építeni. És arra is kérem a befektetőket, hogy ne próbálják ezt erőltetni, mert aki nagyon sok embert akar beköltöztetni nagyon kicsi helyre, az jeden nincs fogadva. Tehát minél tágasabb utcákat szeretnénk, minél nagyobb területeken, egy civilizált, tágas, levegős, szellős, sok parkokkal ellátott községet szeretnénk. A jövőben ezért akár a tegnap behoztunk egy olyan tanácshatározatot, hogy tömbházak esetén, aminél több, mint ilyen P+2+ ilyen manzárdos blokkokat nem engedünk, és azoknak, meg ilyen sorházaknak az építésénél minden egyes apartament létrehozásánál fogunk kérni 10 négyzetméter játszóteret a parkírozók mellé, amit a törvény kötelez. Miket terveznek még az elkövetkező időszakban? Egy percünk van összesen műsorban. Hát jövőre készítsük ezt a civilizált ilyet 2022-t, amiben le fogjuk írni azokat a jó érzés kérdéseket, amik ide, tehát a házunk előtt való tisztántartás, sáncoknak a formája, hogy parkoljunk az úton, hogy ne zavarjuk a szomszédokat, ha leteszünk építkezési anyagot, meg lesz ott, hogy aki munkatelepet nyit, a szépen be kell kerítse. Tehát én ezeket egy ilyen plakát formába fogom közölni még az idén az emberekkel, hogy készüljenek fel, ez jövőben ellenőrizve lesz, és büntetve lesznek azok, akik nem lesznek hajlandók ezeket a jó érzés, nagyon normális kérdéseket betartani. Én úgy gondolom, hogy miután a megyi út is szépen fejlődik, szélesedik, a csatornázatot megvan, lépnünk kell egy ilyen civilizációs lépcsőfokot Jedden, mert ma egy ilyen káosz kép van, ha átmegyünk a falun, és mindenki oda teszi az autóját, és minden oda van téve akkor, és ezt szeretnénk egy kicsit átborítani, hogy egy sokkal kényelmesebb, lakhatóbb, civilizáltabb községünk legyen. Jed község polgármestere Bányai István, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm, viszontlátásra. A nézőknek köszönöm a figyelmet, Agyagási Levente vagyok, további szép délutánjuk legyen, viszontlátásra.